az Agrártudományi Kutatóközpontnál járunk Martonvásáron. Itt közel 15 éve foglalkozunk már ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kutatásokkal. 15 évvel körülbelül akkor kezdtük el az alternatív gabonafajoknak a nemesítését, mint például az alakor és a tönke nemesítését, és ebből vannak már kereskedelmi forgalomban kapható fajtáink is, és azóta ugye az elismert fajták vetőmag szaporítását is mi végezzük, főleg a magasabb szaporulati fokú vetőmagokét, illetve a fajta fenntartását is évről évre mi végezzük el. Tavaly évben az Ömkitől kaptunk egy 15 fajtából álló tönkefajta szortimentet. Ezt az ökoterületünkön felszaporítottuk, és ennek a szaporításnak az aratott mennyiségét tisztítjuk most le itt. Amikor ugye a földön megérik a kalászos gabona, akkor azt a kombájnnal learatjuk, az már eleve egy cséplési folyamatot eredményez, aminek a végén a szemek azok viszonylag tisztán kerülnek ki a kombányból, de még így is eléggé szennyezettek a toklásszal, illetve esetleg rosszabb kombánybeállítás esetén mondjuk gyommagokkal is jobban szennyezett lehet a termény, ami kijön a kombányból. Ezért nagyon fontos az aratásnál, mint első lépésben, a vetőmagfeldolgozás első lépésében az aratásnál nagyon jó beállítani a kombányt, hogy mind a rostanagysága, mind a cséplődobok közötti rés pontos beállítása nagyon fontos, illetve a szélnek az erőssége, ami ugye kiviszi a szalmát és a szemetet a kombány végén. És hát attól függően, hogy mekkora mennyiséggel dolgozik a gazda, ugye egy nagyobb mennyiséget azt természetesen célszerű vetőmagüzemben tisztítani, mivel hogy a kapacitás azért mondjuk egy tonna fölött már azért ezt követeli, hogy egy vetőmagüzemet használjunk, akár hát a környéken talál esetleg a gazda egyet, és van szabad kapacitása, akkor ott le lehet tisztítani a terményt is. Kisebb termésmennyiség esetén, mondjuk ha néhány mázsáról beszélünk, akkor alkalmas lehet egy ilyen közepes méretű cséplőgép is erre a feladatra. Viszont mivel egy vetőmagüzemben azért egymás után vannak kötve a rosta, a szelelő, a toklászológép, külön gépeken kell elvégezni ezeket az egyes fázisokat. Például az első lépésben akár rátehetjük a learatott vetőmagot egy rostára, ami a nagyobb szemetet, szalmadarabokat, illetve a port ki tudja szedni a tételből, mivel a rosta az egy ilyen szelelőberendezéssel is össze van kötve. És ezt követően pedig a cséplőgépben már könnyebb dolga van a gépnek. Ha mondjuk pejvás gabonáról beszélünk, akkor ugye pejvás szemtermésen maradó toklász darabokat kell letörni a gépnek, még az összetartozó kalászkákat széttörnie, és utána pedig kikerül a cséplőgépből a tiszta vetőmag, ami búza esetében viszonylag egyszerű, hántolható vetőmagok esetében tiszta mag kerül ki a gépből, míg a pejvás magok esetében egy ilyen kevert tétel lesz, amiben vannak pejva levéllel borított magok is, illetve csupasz magok is. Ez teljesen alkalmas vetésre, ez a vegyes tétel is, de ha valaki mondjuk csak pejvással akar dolgozni, vagy csak csupasz szemekkel, akkor vissza lehet tenni a rostára, és ott a pejva és a csupasz szemek közötti nagy méretkülönbség miatt azt nagyon szépen szét lehet választani. És akkor így a végén megkapja a gazda azt a magot, amivel szeret dolgozni. Esetleg kényesebb vetőgépe van, akkor ajánlatosabb azért a csupasz szemeket használni. Ha ilyen régebbi típusú, nagyobb vetőcsővel rendelkező gépe van, azon azért nyugodtan meg lehet bízni benne, hogy a pejvás szemeket is el tudja vetni. A tönkefajták szaporításánál kisebb területen dolgozunk, innen körülbelül olyan fajtánként 100-150 kilónyi mag kerül be feldolgozó helységbe. Ilyen viszonylag kevés mennyiséghez használjuk ezt a cséplőgépet. A Wintersteiger gyártja ezt a cséplőgépet, általában ilyen szántóföldi kísérletezéshez szükséges gépeket gyárt ez a cég, ez egy speciális gép, alkalmas cséplésre is, illetve kévék egyben történő cséplésére is, hogyha arról van szó, hogy mondjuk sorokat vágunk és azt akarjuk csak lecsépelni. Vannak benne állítható rosták, hát attól függ, hogy mekkora maggal dolgozunk. Ugye alakor az sokkal kisebb szemű, mint a tönke, és a
a legnagyobb lyukú rostákat pedig a tönkölynél érdemes használni, az annak van a legnagyobb szeme, a pejvás szeme. Itt kerül be a úgynevezett kombány tiszta vetőmag, ami még szálkákkal eléggé sűrűn ellátott. Így néz ki a pejvás gabona, amikor kijön a kombányból. Tele vannak szálkával, összeakadt kalászkákkal, tehát itt is két kalászka egybe, három kalászka egybe. Nagyon sok szálka. A legnagyobb problémát ezek a szálkák okozzák, tehát ez igazából a tűféléknek a toklásza. Ez a vetés során ez beakadhat a vetőgépbe, és hát eltömíti a vetőcsoroszját, vagy a vetőcsövet, és akkor utána megakad a vetés. Hát ezért nagyon fontos, hogyha valaki arra készül, hogy a saját letermelt akármilyen pejvás gabonafaját visszavesse, az mindenképpen készüljön föl rá, illetve tegye lépéseket az irányba, hogy kitisztítsa a magot, mert így kombány tisztán nem, hát elég kockázatos elvetni. Az csak problémát okoz a gazdának. Tehát itt kerül be a mag a cséplőgépbe. Itt a cséplődobban ez a három lapát összetöri a kalászkákat, egymástól elválasztja, kicsépeli, és ami ezen a rostán átesik, az ide kerül ebbe az alsó dobozba, vagy ládába, oda kerül a tiszta mag, illetve van egy ventilátor is ebben a gépben, ami pedig a leeső pejvát, illetve szemetet, mert hát ugye az is átesik a rosta lukakon, azt átfújja ide ebbe a másik ládába. Tehát ott a pejva gyűlik, itt pedig a tiszta mag fog kijönni. Itt leghátul pedig a egyéb szemét, ami a rostán nem megy át. Egyszerre körülbelül 5 kg magot lehet ide beletolni, pár perc alatt végez vele, és utána ugye lehet adni a következő adagot. Hát azért napi szinten azért meg lehet csinálni pár száz kilót vele. Ha a biogazda több fajtával is dolgozik egyszerre, akkor nagyon fontos, hogy a fajták tisztítása között, vagy cséplése között a gépet ki tudja rendesen, alaposan tisztítani, és ez a cséplőgép erre is nagyon alkalmas, mivel hogy nagyon könnyen tisztítható és hozzáférhető minden alkatrésze. Ezzel a karral kell csak igazából kinyitni, és akkor ki lehet billenteni az egész dobot, és itt egyrészt a rostát is ki lehet itt cserélni, illetve ki lehet tisztítani, ha benne marad egy-két egyéb szem. A cséplőgépet az előbb elmondtam, ez is egy hasonló kapacitással rendelkező gép, szintén általában inkább ilyen kísérleti vetőmagok tisztítására alkalmazzák. Ez egy rosta, ami egy szelelővel van összeépítve, és ha ide bekerül először az anyag, a kombánytiszta anyag, akkor azt egyrészt a portól, illetve a kisebb, könnyebb törmelékektől meg lehet tisztítani, illetve a rostán még a nagyobb, nehezebb törmelékek is kiesnek a szemétbe, és a tiszta mag pedig, ami átesik a rostalyukakon, az pedig ide kerül a végébe. Amint mondtam az elején is, hogyha pejvás gabonát tisztítunk a cséplőgéppel, tehát a végén mindig vegyes anyag kerül ki a gépből, tehát pejvába zárt magok, illetve csupasz magok, és ezt utólag, akkor ezen a gépen ketté is lehet választani, attól függ, hogy milyen igény van. Itt kerül be a tisztítandó mag ebbe a gyűjtőedénybe, körülbelül 10 kilót lehet egyszerre letisztítani vele. Itt egy ilyen Schuberrel lehet állítani a mag befolyás sebességét, és itt befolyik a mag, itt ahogy lehullik a mag a szeméttel együtt, ugye a szemetet ez a ventilátor kiszívja abba a zsákba, és akkor már a szeméttől, portól megtisztított mag kicsúszik itt a rostákon, ez egy ilyen ferde rosta, és a rázkódás miatt a lukakon szépen átpotyog a kisebb méretű búzaszem, és végül pedig oda, tehát ide kerül a tiszta szem, a nagyobb szemek meg ide kerülnek. Pejvás gabonánál általában úgy használjuk, hogy csak tisztításra, tehát a portól és könnyebb szeméttől való megtisztításra, és akkor mivel a pejvás szemek elég nagyok, azok általában ide potyognak bele, és ebből a ládából
került tovább ide a cséplőbe feldolgozásra.